szerintem. Na, akkor egy kis gyors bejelentkezés ide a kelenföldi végállomásról. Nézzétek már, gyakorlatilag itt készen van minden. Már csak a villamost kell megvárni, hogy ide érjen. Most itt türelmesen várnék, vagy két hétig előbb-utóbb jönne egy villamos. Vagy egy hónapig. Mikor indul az üzem? Nekem július rémlik első vagy második hete, tehát és hát jövő héten már július lesz. És egyébként itt látjátok már készen van, van tyúkbél, készen van a vágány, a megálló is gyakorlatilag kész van. Már jártok, hogy... Hát már voltak ezért, a képeket láttam, hogy bengáli is volt, Tátra Szafis, is. Meg UV is. Tátra tehát, is. Hogyha meg Tátra, UV, meg bengáli át tudott jönni, akkor szerintem. Ja, meg volt Kafis. Szafka is volt. Volt, igen, tehát igazából a... Rövid volt itt talán? Hát igen, de akkor befér a hosszú is. Hát ha meg a Kaf meg a Tátra tud jönni, akkor igazából semmi akadálya a forgalom felvételének, mert egyesen azok járnak. Hát ugye meg kombinó hétvégente. Hát igen, a vágányzár miatt azért felszabadult egy pár, és akkor azt járhatják az egyesen, mert ott mehet. Hát egyiket látjátok, már gyakorlatilag készen van. Hát most még a próbaüzemek mennek, de... Én nem bátyom, tényleg csak azon múlik, amikor bólintanak rá. De a pálya készen van végig. Ez csak ilyen gyors bejelentkező vlog volt, mert éppen erre jártam. Úgyhogy ez néhány másodperces vlog. Hát bemutat. Na most így bemutatom, hogy nézek, hogy néz ki a kelenföldi végállomás. Ennyi volt. Sziasztok!